The world is spinning super. I'm fine that Nike shoes to keep myself tethered to the days I tried to lose. My mama said slow down, you must make your own shoes. Stop dancing to the music. I've got riddles in a happy mood. Keep my mood on. A bajnokság után volt egy kis pihenő, akkor hallottam, hogy is otthon voltam. Nyaralás, magára, és fontosabb dolgok is van. Hogy értékeled a bajnoki szezont? Én úgy gondolom, hogy a csapat kihozta magából a maximumot. Kis szerencsével lehetett volna jobb is, de végelesen se elfáradtunk, azért nagyon előtetett volt nekünk. Nagyon sok szoros mérkőzést játszottunk, ami elfárasztott minket, és így a rájátszás végére már tényleg egy kicsit nem is, hogy belefásultunk, hanem már nem tudtunk megújulni. De én úgy gondolom, hogy ez egy jó eredmény, ami született. Mennyiben lesz más az új Honvéd, mint a tavalyi volt? Hát nagyon más lesz, rengeteg kiváló játékos és rutinos játékosokat eltőlünk. Fiatalok jöttek, fiatal tehetségek, akik már azért itt ott megmutatták, hogy mit tudnak, de itt a Honvédban is nagyon komolyan kell majd bizonyítaniuk, és fognak is, én úgy gondolom. Egy lendületes, fiatal csapat leszünk, harapósak, és sok borsuk fogunk az ellenfelek oldalát. Egyre több a jó csapat. Kivel lehet számítani, illetve a Honvéd mire lehet jó ebben a nagy konkurenciában? Igen, kiegyenlítettebb lett a magyar bajnokság az elmúlt években. Múlt évben is már nagyon sok jó csapat volt, egyre több. Bejöttek az első négy csapathoz föl, és úgy gondolom, hogy ez a bajnokság még kiegyenlítettebb lesz. Gyakorlatilag van 5-6 csapat, aki bárki el tud bárkit kapni, beleértve a Vasast is, mert hozzá kell tenni, hogy ők most erősebbek mindenkinél, de nem mindig a legerősebb csapat nyer. Ha kifognak egy rossz napot, akkor én úgy gondolom, hogy bárki elverheti őket. Remélem, hogy mi leszünk az egyik ilyen csapat, aki többször is sikerül. Többször is el tudjuk verni. Az lehet, hogy a kis szívósból a csapat vezéregyénisége lesz? Hát remélem, hogy ez így lesz. Úgy gondolom, hogy évről évre nő a csapaton belül a szerepem, és remélem, hogy ez töretlenül fog még felfelé menni és haladni. Nem szokatlan ez, hogy nem olyan rég még így az ifjú reménységek, az ifjú tehetségek között tartottak számon, aztán most meg már tulajdonképpen egyre inkább az öreg rókák közé tartozol hamarost. Nem szokatlan, 8-9 évvel fiatalabbak nálam vagy, akár 10-zel is. Furcsa érzés ezt megszokni, de ez az életrendje. Öregszünk ennek a fiatalok, most nekünk kell segíteni őket úgy, ahogy nekünk segítettek, amikor mi kerültünk föl az első csapatba, vagy akár a válogatott edzésre, az elsőre lementünk. Ugyanúgy kell segítenünk az ő munkájukat is, hiszen nem csak nekik, hanem az nekünk is jó, hogyha minél hamarabb beérnek és jó játékosok lesznek.